A szakemberek előrejelzései szerint a nyár végére még az 1000 forintot is meghaladhatja a kenyér ára. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha az ukrán-orosz konfliktus elhúzódik, hiszen az onnan származó gabonaexport akadozása felhajtó erőként hat az árakra. A háború kirobbanásával párhuzamosan jelentősen emelkedett a búza ára. Jelenleg a befektetőket az is aggasztja, hogy a globális ellátásban ennek következtében hatalmas problémák keletkezhetnek. 62 ezer forintos tonnánkénti búza ára kezdtük az elmúlt esztendő júliusában a búzavásárlást. Ez most 135 ezer forint körül van tonnánként. Tehát itt még most a jelenlegi árakhoz képest is körülbelül július 1-ével szintén a normiból 40%-os áremelést meglépni. Ez azt jelenti, hogy a pékeknek is emelniük kell az árakat. Hiába drágult a gabona, ők mindeddig próbáltak csupán kismértékben emelni. De azt mondják, most már nincs mit tenni, lépniük kell. Drasztikus emelésre van szükség, különben bezárhatnak. Elképzelhető, hogy 1000 forint körül lesz? Minden megesett. Én most már azt mondom tényleg, hogy itt minden megesett. Erre sem számítottunk, hogy ebbe a helyzetbe belekerülünk, vagy hogy ilyen helyzet alakulhat ki, és sajnos nem jobb a jövőkép sem. Az egy kicsit húzós. Mondja ez az asszony az 1000 forintos kenyér hallatán, de megérti, hogy emelnek a pékek, mert az üzemanyag drágul, az energiaárak az egekben, és a munkabérek is egyre magasabbak. Ezeket pedig valahogy nekik is ki kell termelni, hogy megérje üzemeltetni a pékségeket. Valószínűleg, hogy megvesszük, mert megvesszük, akkor takarékoskodunk valami máson. A szakértők szerint az év végére a belföldi árak tovább fognak emelkedni, még drágább lesz a napraforgóolaj, a liszt, a kenyér, a péksütemények és több más termék is.